Köszöntöm Önöket, én Rász Csaba vagyok, ez pedig a Nézőpont, a Szeged Televízió politikai közéleti vita műsora, ahol minden alkalommal három vendéggel beszélgetünk olyan országos és helyi ügyekről, amelyek mindannyiunk életére hatással vannak. Az évad utolsó adásának vendégei pedig Hajnal Edina, nőjogi aktivista. Jó estét kívánok, sziasztok! Itt van Tóth Rebeka, az Alhang Csongrád megyei koordinátora. Jó estét kívánok! És Galai Szakács László, a Szeged.hu főszerkesztője. Köszöntöm a nézőket, sziasztok! Kezdjük egy olyan témával, amelyre a múlt héten nem maradt időnk, ez pedig a közoktatás helyzete. Nagyon sok megbeszélni való van ezzel kapcsolatban. Először mérték fel az OECD országokban, hogy a diákok mennyire képesek kreatívan gondolkodni. A 2022-ben készített PISA felmérés szerint a magyar diákok bár nem sokkal maradtak el az OECD országok átlagától, az egyértelműen látható, hogy Magyarországon hatott az eredményekre leginkább, hogy milyen társadalmi és gazdasági környezetben nőtt fel valaki. Nálunk a legmagasabb a különbség a pontszámokban az alapján, hogy az adott diák jó társadalmi és gazdasági helyzetű vagy hátrányos helyzetű iskolába járt. Az sem mindegy, hogy egy diák tanulmányait gimnáziumban, középiskolában vagy szakképzésben folytatja. Legalábbis Magyarországon. Ugyanis az ebből származó különbség szintén itt volt a legnagyobb. A magyar közoktatásból közben a szakszervezetek szerint akár 20 000 pedagógus is hiányozhat, a kormány legújabb ötlete szerint pedig az 55 évnél idősebb katonákat átvezényelhetnék az iskolákba mindenféle képesítés nélkül. Szintén nagy port vert fel a Szentesi Horváth Mihály gimnázium ügye, ahol a fideszes igazgató titokban megszüntette a helyi drámatagozat együttműködését a budapesti Keleti István Művészeti Iskolával. Erről nem tájékoztatva sem a diákokat, sem a szülőket. Az okokról egyelőre nem sokat tudni, de sokan a tagozat megszüntetésének első lépését látják benne. Na hát megnéztük közösen itt ezt a kis bejátszást, és nem is tudom, hogy honnan kezdjük, talán a fölméréssel, hiszen sajnos abban a helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt, hát most már évtizedekben talán azt mondhatjuk, hogy amikor kijönnek ezek a nagy fölmérések, tesztek, akkor mindig sajnálkozunk, hogy a magyar diákok milyen rosszul teljesítenek, mennyire el vannak maradva a különböző tantárgyi területeken, és ugye ez a kreativitás mérése, ez egy újdonság, ez egy új szempont, és hát ebben sem sikerült nagyot villantani a magyar közoktatásnak. Mit gondoltok róla, miért teljesítenek ennyire rosszul a magyar gyerekek? Főleg annak fényében, hogy a magyarok annyira büszkék arra, hogy milyen okos nép vagyunk, mennyi Nobel-díjasunk van, és hogy milyen agyafúrtak vagyunk, valahogy mégse tudunk jó eredményeket elérni. Szerintem nem meglepő az eredmény. Igazából szerintem nem a gyerekeket minősíti, hanem az oktatási rendszert. Ez egy nagyon poroszos, avit oktatási rendszer, ami jelenleg Magyarországon folyik, felülről lefele, frontális oktatás, magolni kell, miközben a mesterséges intelligencia előretörése pont arra kellene fektetni a hangsúlyt, hogy minél kritikusabban, kreatívabban gondolkodhassanak a gyerekeink, mert azt talán az AI nem tudja elvenni tőlünk. Szóval igazából ez egy ilyen lakmuszpapír, ami most kijött ebben az eredményben, és ami nagyon borzasztó, hogy tényleg úgy tűnik, hogy kasztrendszer van Magyarországon, ahol nincsen átjárás az egyes társadalmi rétegek között. Tehát ahová születsz, igazából az determinálja, hogy te hova tudsz eljutni. Beszéljünk majd erről a kasztrendszerről, mert ugye valóban az egyik legfontosabb kérdés ebben a témakörben, de még egy pillanatra ebbe hagyj kapaszkodjak bele, amit mondtál, hogy annak idején, és ez már nem most volt, hanem amikor a számítógép és az internet elkezdett ott minden nap életünk részévé válni, már akkor nagyon sok oktatás szakértő pedagógus mondta azt, hogy a gyerekeket ugye nem tudásanyaggal kell bombázni, mert mostantól minden elérhető pillanatok alatt, hanem gondolkodni kell, megtanítani, azt kell, hogy hogyan tudják elérni ezeket a tudásokat, mert fölöslegessé vált. De ez már 10-15 éve van, és hogy lehet az, hogy 10-15 év alatt egy országban mégsem változik semmi? Igen, hát nagyon, nagyon rugalmatlan a magyar oktatási rendszer, a nemzeti alaptanterv is nagyon rugalmatlan, nagyon kevés szabadságot kapnak a pedagógusok, és egyáltalán nem tudnak a gyerekeknek az egyéni adottságaira figyelni. Nem fér bele a nemzeti alaptantervbe az sem, hogy tehát nincs idő a kreatív készségeknek a kibontakoztatására, ezért nagyon érdekes ez a kreativitás felmérés. És ezért nagyon érdekes egyébként, most tudom, hogy még nem ez a téma, de annyira összefügg például a drámatagozattal, vagy bármilyen kreatív, vagy szabadabb gondolkodású képzéssel, hogy valahogy azoknak a leépítése zajlik pont, és nagyon nem készítik fel a gyerekeket arra sem, hogy a munkaerőpiacon pontosan ezek a kreatív képességekre lesz szükség,
pedig nagyon hamar megtérülne egyébként az oktatásban, egy néhány év alatt láthatóvá válna, hogyha lenne ilyen irányba elmozdulás. De mit gondoltok, hogy ez szakmai kérdés? Tehát az oktatáspolitika, az oktatás vezetői, az ottani szakemberek, akik a nem létező oktatási minisztériumot vezetik például, azoknak a tudása és akarata miatt nem változik ez, vagy pedig ez egy politikai döntés inkább, hogy nincsen szükség, ugye, ha csak... Ezekből összefügg a kettő. Tehát fogalmuk nincsen ezekről a dolgokról, tehát írtózatosan kényelmesek ebből a szempontból is azok a valóban döntéshozó helyeken lévő politikusok, te is használtad az idézőjeleket, különböző szakértők és a többi, akiknek valóban az lenne a dolguk, hogy nem hogy lekövessék azt, amire szükség van az oktatásban, hanem valahogyan arra felé terelni az egész oktatáspolitikát és oktatási kérdést, hogy mi lehet 5 vagy akár 10 év múlva, mi mindenre lehet akkor szükség. Tehát amikor itt mindenféle víziókat, meg látomásokat, meg minden ehhez hasonló gyártanak a nyakkendőseink, akkor pont azokkal a víziókkal, látomásokkal és egyáltalán jövőbe mutató kérdésekkel nem foglalkoznak, amivel valóban kellene. Tehát a lényeget gyakorlatilag kimondtad a kérdésben, Csabi, hogy nem tudják azt, és nem értik azt, hogy ezek a kreativitással kapcsolatos dolgok, ezek miért fontosak, és miért kellene velük foglalkozni, plusz, ami szintén fontos, hogyha itt kreatívkodni kezdenek, idézőjelbe téve megint az oktatás szereplői, meg maguk a diákok is, akkor írtó nagy veszélyben lesz egyik pillanatra a másikra az ország a Fidesz szempontjából, hiszen pont az lesz a lényeg, hogy itt lesznek olyan diákok, akik mondjuk kérdeznek, hogy az miért úgy van. És hogyha így valaki elkezd kérdezni, az biztos, hogy egy idő után ennek a rendszernek, amiben most élünk, az veszélyes lesz, és eljutunk odáig, hogy nem csak, hogy veszélyes lesz, hanem kártékony, meg minden. De azt látok is az elmúlt időszakban, hogy mennyi ilyen tüntetés volt a pedagógusok mellett kiálló diákok, és amikor több tízezren a diákok, már középiskolás diákok utcára vonultak, tehát azért csak megvan ennek a csírája ebben a korosztályban is. Szerintem fontos kimondani, hogy a politikai akarat mit akar. Azt akarja, hogy minél kevesebb kritikai gondolkodó legyen, aki kreatívan tud reagálni egy-egy problémára, hogy Laci is mondta, kérdéseket feltenni. Tehát nem véletlenül nyírták ki az SZFÉ. Nem véletlenül nyírják ki ezeket a gondolkodó, balliberális koszfészkeket, ahogy ők szokták definiálni, mert ott onnan kipattanhat bármikor egy szikra, egy új mozgalom, és ugye ők ezt akarják megszüntetni, az, hogy amitre utaltam a kasztrendszer is, ugye azért tartják fenn ezt a rendszert, mert minél több ember fog tartozni azoknak a csoportjába, aki nem képes kritikusan gondolkodni, hiszen most funkcionális analfabétából például rengeteg van az országban, annál könnyebb ebben meggyőzhető a propaganda által. Tehát nem olyan nagy trüváj kitalálni, hogy miért történik ez. Pontosan azért, mert a Fidesz ezt akarja. És mivel náluk van a hatalom és a pénz, és ők osztják be, hogy mennyi pénz kerül az oktatásba, ezért a legminimálisabbat teszik bele, a legkártékonyabb módon, mert egy katona is mostantól képesítés nélkül oktathatja a gyerekeinket. És ebben, ha már katona, tehát egyre kevésbé van ez a kapitányom dolog, ami ugye az ismert filmben is benne volt, tehát hogy valahogyan az is a szemünk előtt zajlik, hogy tudatosan és szándékosan szó szerint pusztítják az oktatást, és ebbe a humán erőforrásnak a pusztítása is szó szerint benne van, mert hogy tehát egyre kevesebb és kevesebb olyan pedagógus van a pályán, aki tényleg mindent megtesz a tanárokért, és valahol meg lehet érteni a tanárokat is abból a szempontból, hogy
hogy tehát nem biztos, hogy mindenki képes és mindenki tud vég nélkül küzdeni, és igenis bele lehet fáradni abba a bizonyos propagandába, bele lehet fáradni abba a tényleg sziszifuszi munkába, amit nagyon sok helyen kell végezni, és bele lehet abba fáradni, hogy bárhogy küzdök, gyakorlatilag egy legyintéssel elintéz a hatalom. Igen, erről a kapitányomról jut eszembe, hogy pont a szentesi drámaképzésen is, vagy az SFL-n is az a jellemző, hogy van egy osztályfőnök, van egy osztály, egy nagyon erős összetartás, meg egy nagyon személyes viszony, és valahogy így megy az oktatás ilyen elszemélytelenítő irányba. Illetve még az SFR-ről jutott eszembe pont ez, hogy ott konkrétan meg is fogalmazták, csak hogy miért történik ez, azért, hogy bevigyék a nemzeti és keresztény ideológiát is az SFR-re, mert hogy túlságosan egyféle ideológia van. Tehát, hogy ezt nagyon konkrétan megfogalmazták, ami egyébként így a köznevelésben is szerintem egy oka ennek az egésznek. Ugye a bejátszóban is volt már szó a Horváth Mihály Gimnázium, és most már a beszélgetésben is többször előkerült ennek a nagymúltú intézménynek a jelenlegi problémája. Ugye itt van egy igazgatónő, akiről azt gondolom, hogy nyilván kimondhatjuk, hogy fideszes, mert hogy indult is a választáson fideszesének be, tehát ez így kijelenthető talán az ő esetében. És akkor, ha az én információim jók, akkor ő titokban fölmondta ezt a bizonyos szerződést ezzel a budapesti iskolával, akikkel együtt működtek, úgyhogy nem tudott erről senki semmit, ez kiderült, és ugye, ha jól láttam, akkor az A-hang is mellé állt ennek az ügynek, mint oly sok ügynek, amikor igazságtalanságot éreztek. Ti mit gondoltok, mi van ennek a hátterében, amit már nyilván utaltál már erre, de ebben a konkrét esetben volt bármiféle indoklás arra, hogy miért rúgunk fel egy 25-30 éves jó munkakapcsolatot? Hát mi két okból álltunk emellé az ügy mellé. Egy 3 nappal ezelőtt indítottunk petíciót, aminek most már több mint 3000 aláírója van, tehát ez egy nagyon széles körű támogatottságot kapott ez az ügy. Nyilvánvalóan nem csak az érintettek részéről, hanem ezt így kívülről is lehet látni, hogy itt azért komoly problémák vannak. Az egyik része az, hogy ez a döntés született, tehát hogy semmiféle konzultáció nem zajlott az érintettekkel, se a pedagógusokkal, se a gyerekekkel, sem pedig a szülőkkel, és így született meg ez a döntés, ami egyébként így elementárisan befolyásolja a képzésnek a módját és minőségét, meg az egész szellemiségét is. Pont azt, ami miatt ott tanítanak azok a tanárok, és ami miatt oda mennek azok a diákok. És nem kaptak semmiféle, nem csak hogy nem vonták be a döntésbe, de nem is kaptak tájékoztatást sem. És utólag sem? Utólag sem, hanem a partnerintézmény felől kaptak végül tájékoztatást a szülők, hogy ez történik, és ezért kezdeményeztek ők egy rendkívüli szülőértekezletet. Tehát az itt levő döntéshozók, az iskola közvetlen igazgató, illetve a tankerület igazgató, aki valószínűleg érintett ebben a döntéshozásban, ők egyáltalán nem tájékoztatták az érintetteket, és azóta sem igazán elérhetőek ebben az ügyben, tehát nem konzultálnak azóta sem, és nem válaszolnak kérdésekre sem. Itt szerintem háttere ennek az egésznek, hogy ugye eddig nem volt így teljes mértékben a kliknek, meg a tankerületnek a szárnyai alatt ez a képzés, és ezzel a váltással, hogy átkerül a partnerintézménytől egy másik partnerintézményhez ez a képzés, így teljes mértékben a tankerület alá kerülne ez a drámai tanúzat. A teljhatalom megint az, ami hiányzott. Hát, illetve ezeknek a műhelyeknek a felszámolása, tehát azért azt tudjuk, hogy nagyon sokan a Horváth Mihályból kerültek át annó az SFR-re, tehát ugye a két intézmény között nagyon szoros volt a kapcsolat, és a diákok onnan mentek át a színművészetire, és nem véletlenül torpedózzák meg ezeket a műhelyeket. Egyszerűen fel akarják számolni ezeket a gondolkodó csoportokat, akik még közösséget alkotnak, mert ugye minél lazább egy közösség, annál könnyebb befolyásolni a különböző embereket, szóval két oldalról támadják. Oktatásról bármennyit tudnánk beszélgetni, de itt egy elemet emeltünk még ki a bejátszásban, a fölvezetőben, és nekem az a, hát mondanám, hogy mulatságos, de inkább ez ilyen keserédes, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak milyen érzés, hogy olyan sokat beszélünk arról, hogy oktatásban finn modell, vagy az írek hogy oldották meg, vagy az ázsiai országokban hogy tudtak létrehozni
nemzeti alapot, ellenzék, kormánypártok összefogtak, megállapodtak, hogy az oktatásba ennyit fogunk belefektetni 10-15-20 évre előre, és ezt politikától függetlenül minden oldal támogatta. Látjuk, hogy ezek milyen sikeres országokká váltak, ezt nagyon sokan hiányolják Magyarországon is. Erről a kormány nem nagyon akar tudomást venni, a PISA eredményekről, folyamatosan érkező negatív eredményekről nem akar tudomást venni, a pedagógus hiányról nem nagyon akar tudomást venni. Aztán egy huszáros vágással behozzák ezt, hogy 55 év fölötti katonákat vezényeljünk az iskolákba. Szerintem ez amúgy, az ember eszem megáll ettől, nem? Szerintem amúgy nem vesznek tudomást, ők örülnek ezeknek az eredményeknek. Éppen ez a céljuk, hogy minél inkább rontsák az oktatás színvonalát, és kvázi pártkatonákat képezzenek ki saját maguk számára, és az, hogy a katonasságot hozzák be az oktatásba, igazából csak megerősíti ezt az irányt. Fogadjál szót, ne gondolkodj, parancsot teljesíts, utasíts, és odahúzd az X-et, ahova én akarom. De ez nem egy beismerés. Tehát amikor arról volt szó, hogy ugye látok folyamatosan, hogy nyugdíjas tanárok visszajöttnek, nincs tanárhiány, de azért jönnek vissza a nyugdíjasok tanítani. Nincs tanárhiány, de lehet egymás óráit tanítani, alsósok taníthatnak felsőbe, de nincs tanárhiány, nyilván ez nem azért hoztuk. Most nincs tanárhiány, de azért vezényük oda a katonákat is tanítani. Tehát ha valami beismerés, akkor ez nem az. Hát nekünk igazából beismerés, már nincsen mit beismerni. Mert annyira nem működik semmi, hogy az egész egyszerűen elképesztő. Tehát, hogy a honvédség rendben van, csókol. Tehát most lesznek a Zalaegerszegen meg nem tudom hol gyártott mindenféle csodálatos páncélos járműveink, meg megkötötték a megállapodást a Gripenekre, de ettől rendben van a honvédségünk. Tehát, hogy az sem működik rendesen, és tehát meg tényleg vég nélkül lehetne sorolni, hogy mi minden nem működik rendesen ebben az országban. Nem, fordítsuk meg, mi működik rendesen ebben az országban? Semmi, az ég egyet a világban. Tehát, meg a korrupció, tehát valahogyan mindenki próbál így túlélni, meg a körülményekhez képest a maximumot kihozni abból, amiből ki lehet, de tehát lássuk be, hogy gyakorlatilag az elmúlt 14 évben másról sem szólt itt a történet, csak arról, hogy tehát minden az ég egyet a világon romlik, és egyre jobban pusztul, bármennyire is esetleg egyesek ezt máshogy gondolják. Tehát, hogyha katonákat, ráadásul tehát 55 év feletti katonákat szó szerint vezényelnek, nem csak, tehát hogyha ilyen katonai szakközépiskolába esetében, az nyilván oké lenne, de az, hogy tényleg mindenféle közoktatási intézményekbe ez lesz a ha lehet így mondani, módi. Ez egészen elképesztő. Nincs kémia tanár, hát megmondom, hogy kell bombát gyártni, azt talán nem tudja mondani. De figyeljetek, van iskolaőr, most már lesznek katonák, ők fegyelmezni akarják a gyerekeket, Pintér Sándorokat tesznek mindenhová azért, hogy pontosan az történjen, amit ők akarnak, és elérik a céljukat, mert igazából ugyanazok a forgatók könyveket csinálják újra és újra, ahogy megcsináltak az SZF-vel, amit most megcsinálják a Horváth Mihály, ahogy kivéreztették az oktatások, és előzték a pedagógusok, és így dugdossák be az okos megoldásaikat. Minden ugyanúgy történik, és nincsen össznépi felháborodás. Ahogy ezt szoktam, hogy kaszárnyát csinálnak mindenből, de csak belegondolunk, nem oktatás, hanem egészségügyben, hogy ilyen katonákat raktak oda az igazgatók mellé, meg mindent. De az 55 éves katona, ami biztos hozza a legújabb, modernebb oktatási irányzatokat az iskolában. Hát a Covid alatt is volt, ha jól emlékszem, ilyen törekvés. Egyrészt az most egy másik dolog, hogy a katonák ott is besegítettek, de ott is volt ilyen, hogy egészségügyi személyzetet szakképzettség nélkül próbálták pótolni így önkéntesekkel, illetve hát mindenféle más foglalkozásúakkal, akik mondjuk elvesztették az állásukat, és felmerült az, hogy akkor egészségügyi szakképzettség nélkül segítsenek be. Egy mondat a beismerésre, hogy nekünk, akik ellenzéki oldalról látják ezeket a tájogokat, meg lyukakat, beismerés, de a szavazóiknak nem. A szavazóik azt látják, hogy minden működik, és megyünk előre. Jó, ezt a témát akkor most lezárjuk, de azt azért csak hozzáteszem, hogy nekem akkor is nehéz ezt elképzelni, hogy van ez a teszt, ez a PISA teszt, ez egy nemzetközi teszt, és ez nem Magyarországon belül, ez nemzetközileg évente, két évente megjelenik, tehát ez egy bizonyítvány, ezt minden magyarnak látni kell, hogy az európai rangsorban mi hol állunk. Hát ha nem jelent semmit, akkor nem jelent semmit. Viszont a mai műsorban
csak kettő témával készültünk, ugye ez az évad utolsó adása után a nyári szünetre vonulunk, és a második témánk az, az lenne, hogy nézzünk vissza az elmúlt fél évre egy picit, hogy mi történt itt január és most már lassan július között. Elkészült ez egy kis bejátszó, azt nézzük meg, és akkor utána megbeszéljük, hogy kinek mi volt fontos ebből az elmúlt 6 hónapból. Csendesen indult 2024. Januárban még olyan témákról beszélgettünk, mint hogy Szegedre érkezik a világ legnagyobb elektromos autógyára, a BYD, vagy arról, hogy 2 milliárd forintra emelte az önkormányzat a szociális keretét. Aztán lamentáltunk, vajon miért nem támogatja kormányunk a svédek NATO csatlakozását. Februárban szó volt a szegedi véderdő kivágásának fenyegető réméről és az ez ellen szerveződő ellenállásról, és megbeszéltük a nemzeti konzultációt is, és hogy mi került azon 3 milliárd forintba. Nyugodt, eseménytelen és izgalmaktól mentes kampányra készültünk. Aztán robbant a bomba. A pedofil botrány mindent át és felülírt. Lemondott a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter, a kormánypárt pedig ezzel nem csak 2 legjelentősebb női politikusát vesztette el, de az uniós lista vezetőjét is. A Fidesz népszerűsége csökkenni kezdett, a legnépszerűbb youtuberek és influencerek pedig hatalmas tüntetést szerveztek. És mindezeken túl színre lépett Magyar Péter. Varga Judit ex-férje a Partizánnak adott interjút, amit több mint 2 millióan láttak, akkor még csak a rendszert és legfőképpen Rogán Antalt kritizálta, de azt állította, nem tervez politikai pályára lépni. A hatalmas népszerűség azonban megváltoztatta a helyzetet, már március 15-ére hatalmas, több százezeres tüntetés szervezett. Azután életre keltette a Tisza pártot, majd megtette azt, amit mindenki számon kért a hagyományos ellenzéktől, azaz lement vidékre, 200 településen szólította meg személyesen a választókat. Azután választottunk, az eredmények pedig ismertek. Na hát csak néhány téma volt arról a rengeteg ügyről, amiről beszélgethettünk ebben a műsorban itt a kedves vendégekkel. Ti hogyan emlékeztek vissza az elmúlt fél évre, akár a bejátszás alapján, akár a saját emlékeitek alapján, mik voltak a legfontosabb témák szerintetek? Edina, jó, kezdem akkor. Hát nyilván a Magyar Péter jelenség volt, ami leginkább felkavarta a közéletet, és olyan érdekes, hogy most a bejátszásban is ugye elhangzott, hogy ő nem készült politikai pályára, aztán mégiscsak megtette. Az elvitathatlan szerintem, hogy mennyi munkát tett ebbe a kampányba, és hogy tényleg 200 településre elment és beszélt az emberekkel, és aztán sikerült ugye egy 30%-os választási eredményt elérni, és megingatni tulajdonképpen a Fidesz-el egyeduralmát, és leváltani az ellenzéket úgy en bloc. Szóval nagyon-nagyon sűrű volt ez a fél év. Én kíváncsian is még mindig inkább megfigyelve, kicsit szkeptikusan figyelem a Tisza pártnak az alakulását, mert ugye megint az történt, hogy azt mondta, hogy nem fog kimenni EU képviseletet ellátni, és aztán megszavaztatta Facebookon a követőivel, hogy mégiscsak beül az EP-be, szóval én egy picit szkeptikus vagyok, de annak örülök őszintén, hogy ez a posvány, ez az állóvíz, ez megmozdult, és egyáltalán lehet erről beszélni, hogy 40% körül alakult a Fidesznek a választási eredménye. Szóval én még mindig pozitív vagyok, csak egy kicsit óvatos. Rebeka? Hát igen, így az a hang elég sok mindenre reagált az elmúlt fél évben, ott elkezdve, hogy volt az ellenkonzultációs kampány, az végigkísérte az utóbbi hónapokat, és sokat is alakult, mert közben ugye összeletett azért a konzultáció, a nemzeti konzultáció intézményét kötni a szuverenitás kérdésével, a kegyelmi botránnyal is, ami közben kialakult. Úgyhogy az ANG is így több ügyben állást foglalt konkrétan ezekben a dolgokban, attól kezdve, hogy Rogán Antalnak mennie kell, vagy éppen, hogy a teljes magyar kormánynak egy ilyen ügy nyilvánosságra kerülése után, hogy ugye az ügyészség valószínűleg befolyásolható, ez egy demokratikus rendszer, ugye teljesen lehetetlen. Tehát, hogy azért ezek olyan szintű dolgok, ami után én számomra most ezt így magánemberként mondom, nagyon meglepő volt a választási eredmény, hogy ilyen történések után még mindig elég nagy támogatottságot kapott ez a mostani kormány. Laci?
Hát, hogy mondjam, írtózatosan dús volt ez az összefoglaló, és így néztem, és hát nem azt mondom, hogy elfáradtam benne, de, de hogy, hogy tényleg június végén vagyunk, és annyi minden történt már mostanra, hogy, hogy tényleg szó szerint elfáradtunk benne, úgyhogy ha így egy kicsit el akarnám viccelni, akkor az egy kicsit fájt, hogy szülővárosom MB2-es foci csapatának, a Nyíregyházának a bajnoki címe nem került ebbe az összeállításba bele, de hát annyi baj legyen, de komolyra fordítva a szót, tehát egyrészt ugye az látszik, hogy, hogy helyben, itt Szegeden azért a, hogy mondjam, a fontos dolgok igazából rendben vannak, és hogyha valami olyan történik, lásd a Véderdőnek a kérdése, akkor, akkor itt igenis össze tud úgy fogni a város, és itt nem, nem csak arról van szó, hogy, hogy a Botka László mögött álló politikai erő a tett ezért a dologért, hogy, hogy megmaradjon hát például, például az a Véderdő, hanem, hanem például az Alhang is, és nagyon sok olyan tényleg átlag szegedi kezdett el ezzel a dologgal egyik pillanatra a másikra foglalkozni, akik, akik így nem feltétlenül azzal kelnek és fekszenek, hogy, hogy, hogy a Fidesz, illetve az ellenzéke mi mindent és hogyan csinál a, akár az országos politikában, akár itt Szegeden. Szóval szerencsére a város ebből a szempontból én azt gondolom, hogy rendben van. Hát az ország az meg hogy mondjam, olyan, amilyen. Tehát, tehát ezt így nyilván jó lenne elérni, hogy, hogy valami enklávé legyünk, és egy ilyen tényleg Karácsony Gergely által sokat mondott ilyen Szeged köztársaság lenne, vagy lehetne itt. Azzal nyilván mindenki jól járna itt a városban, de, de nyilván erről nem lehet beszélni. Az, az tény, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy a Magyar Péter megjelenésével valami tényleg történik a, az ellenzéki oldalon. Azt tényleg még ki kell várni, hogy pontosan mi és hogyan fog történni. Ebből a szempontból a következő időszak, ami, ami most már gyakorlatilag a, az országgyűlési választásig tart igazából, a következő országgyűlési választásig, az, az legalább ilyen dús és megterhelő lesz országos politikai szempontból. Aztán, hogy, hogy ebből a rengeteg megterhelésből mi minden és hogyan fog leszivárulni Szegedre, az, az majd eldől. Nyilván a különböző, hogy mondjam, megszorítások és az ehhez hasonlatos dolgokat, azokat bárhol is élünk az országban, meg fogjuk érezni. De mondanám, hogy, hogy bízunk benne, hogy minél kevesebb legyen ezekből, de, de nyilván nem lesz ilyen szerencsénk, úgyhogy... De ha már elkezdted így a jövőről is beszélni, akkor, akkor zárjuk a mai beszélgetést előretekintéssel, ha már a múltról itt esett szó. Ugye nyár uborka szezon általában a politikai szintéren is. Most nagyon sokan azt gondolják, hogy idén azért nem lesz akkor uborka szezon, és csak próbálj meg a Fidesz vezérkara fejébe egy picit belebújni. Ó, inkább ne. Csak a kedvemért. Nagyon nagy, be tudunk nyomulni. Csak hogy mondjak egy listát így fejből, mert sok mindent ki fogok hagyni nyilván, mert az én memóriám sem tökéletes, de mondjuk elvesztették a két nagy női politikusokat. Itt van az egész pedofil botrány a nyakukon. A gazdaság romokban van, ugye tudtuk, hogy vagy ugye ez kiderültek, hogy már az első negyed évben a 90 nem tudom hány százalékát elértük a hiánynak, tehát gazdaságilag nem állunk túl jól. Jött egy választási eredmény, ahol a Európai Parlamentben 10 darab képviselőt tudnak kiküldeni, pedig Viktorunk 15-öt szeretett volna, el akarta foglalni Brüsszelt. Ráadásul megjelent a Magyar Péter, aki a semmiből 30%-ot előhúzott, a kormánypropaganda nem fog rajta. Biztos, hogy sok ilyet mi lehetne még mondani, de, de én most úgy nem nagyon szeretnék fideszes lenni. Tehát ez olyan, mintha minden fronton csak, csak baj lenne a Fidesz szempontjából. Csabi, amiket felsoroltál, azokat, hogyha így kimennénk az utcára, és így megkérdeznénk mondjuk 100 embert, hogy, hogy ezekből
tényleg melyik a fontos nekik, vagy egyáltalán tudják-e azt körülbelül, hogy melyik miről és hogyan szólt, és hogy... Laci, megkérdezték az ember, Szegeden is volt választás, és annak tudjuk az eredményét. Világos, persze, de... 67%. Azt értem, de az mégiscsak egy polgármesteri, meg egy önkormányzati választás volt. És kivétel. Igen. De hogyha most itt az utcára kimenést, hogy mondjam, így országos szintre emeljük, akkor mégiscsak az látszik, hogy igazából nem látszik semmi, sajnos. Bármennyire is itt, hogy mondjam, kiabálunk mi is napi szinten, mégis van valami olyasfajta... Gát. Vagy ilyen homokba dugott fejek, vagy nem is tudom micsoda, ami még, tehát annyit mondtuk már, hogy mindenféle boldog demokráciában már réges-régen a töredékért lemondtak volna kormányok, meg új választások lettek volna, és mindenkit elzavart volna. Én egy picit vitatkoznék egyébként, mert ennyire nem apat most a közélet, pontosan azért, mert ez a 30% elszívta például a DK szavazóit. És már aminek, több ugye azóta nyilván. Igen, aminek én személy szerint nagyon örülök, de ez tényleg totál magánvélemény, hogy onnan elszívódtak, az egy kérdés bennem, hogy mondjuk a baloldali szavazók kire tudnának ebben a pillanatban szavazni, és szerintem ott sok hiátus van, ami tök jó lenne, hogyha lehetne valakire szavazni. Nem az apatikusságot akart, amit hogy mondjam, igen, hogy, tudom, de, csak hogy... Meg te is igazából a baloldali szavazónak az átrendeződéséről beszélsz. Tehát de itt nem, én azt mondom, hogy változik azért valami az eddigi... Illetve megrengett a rendszer, tehát igen. Hogy most annak azért szemtanúi vagyunk, hogy lehet érezni a bűzt végre, hogy ez a rendszer mennyire bűzlik, és mennyire rohad, és mennyire nem működik. Abban egyetértek, hogy akik a propaganda tévét nézik, ők ugyanazt látják, mint eddig, de azok az emberek, akik eddig nem tudtak hova szavazni, kételkedtek, akik nem akartak a Fideszre, de nem akartak Gyurcsányra, és lehet, hogy mondjuk jobboldali érzetűek, ők, nekik most van egy választásuk, és 30%-ot elvitt Magyar Péter. Senki... Szerintem egy kicsit érdemes most így a következő két évben nem is csak arról gondolkodni, hogy ki hova fog szavazni, meg ki szavaz majd, meg ki nem szavaz, hanem hogy mit lehet addig csinálni, és ezért ilyen szempontból kritizálnám Magyar Pétert, illetve a jelenségét, hogy ez most megint olyan kicsit, hogy mindenki tőle várja, hogy akkor mondd meg, mit csináljunk, és megint az emberek a saját egyéni felelősségüket háttérbe szorítják, illetve saját cselekvésüknek egyáltalán nem veszik észre a lehetőségét, meg a súlyát. Úgyhogy inkább érdemesen a következő két évben arra koncentrálni, hogy mondjuk úgy örülök, hogy felosztod az erdő témáját, hogy az is, annak is úgy vágtunk neki, hogy hát nem valószínű, hogy sikerül, de hát aztán végül is, és igen, és nagyon sok irányból, és nagyon örülök, hogy itt sikerült együttműködni is sok mindenkivel ebben az ügyben, és siker volt, és nem úgy kellene megközelíteni ezeket, hogy az oktatás nagyon rossz, hanem helyben megnézni, hogy ott helyben mi az az ügy, amit konkrétan meg lehet fogalmazni, és elég konkrét ahhoz, hogy sikert lehessen benne elérni, és itt van egyéni felelősség az embereknek, és közösségbe szerveződésnek, és erre bőven jó lenne ez a két év, hogy ez elkezdődjön. Igen, a szkeptikizmusom nekem is pont ennek szól, hogy nem akarunk még egy soft Orbánt kitermelni, tehát hogy nem akarunk még egy ilyen atyuska figurát kitermelni, viszont az nagyon fontos, hogy mi civilek ne oldjunk meg mindent a kormány helyett, hanem hagyjuk egy kicsit, hogy összezuhanjon a rendszer, mert ha állandóan toldozunk, akkor tulajdonképpen asszisztálunk a rendszernek a fenntartásához, szóval amiről a Rebeka beszél, ez egy iszonyú fontos dolog, csak ne úgy csináljuk, hogy támogassuk ezzel a rendszert, hanem hogy verjünk még több éket bele. Na hát ezért jó, hogy civilek is járnak ebbe a műsorba, és hallgathatjuk ezeket a dolgokat, és hogy hogyan kellene ezt csinálni nem politikus szemmel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi fért az évad utolsó 30 percébe, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy vállaltátok a véleményeteket. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt fél évben, tegyék ezt augusztus végétől is, amikor visszatérünk a képernyőre. Ez volt a Nézőpont, és pont.